Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi az ő szív üzenete? Ezt megtekintjük hamarosan, de előtte megmutatnám ezt a szépség drága követ, ametisztot. Ez tényleg kihat a szépségre, ez tényleg segít a szépségben, hiszen tisztítja az arcunkat. Ha egy ametisztot beleteszel abba a krémbe, amivel az arcodat kezeled, akkor ennek van egy ilyen szépség, kozmetikai, tisztító hatása is. Amit az ametiszt még jelent, hogy eltávolítja a negatív gondolatokat, a negatív személyeket, a fekete mágiát és a negatív energiamezőt. Ennek is van egy ilyen tisztító hatása. A régi görögöknél egy amulett volt ez az ametiszt, mégpedig alkohol betegségek ellen. Tehát ha valaki túl sokat ivott, akkor az ametiszt segített abban, hogy ezt abba hagyja, és akkor itt ennek is volt egy ilyen gyógyító ereje. Amennyiben az ametiszt olyan formát alkot, mint egy szív, akkor ez egy talizmán, és szerencsét hoz, különösen a szerelmi élet területén. Ametisztnak van egy ilyen gyógyító hatása is, magas vérnyomásnál, vagy fejfájásoknál. Tedd az ametisztot a homlokodra, és ennek van egy megnyugtató hatása, elmúlik a fejfájás. Ami az asztrológiát illeti, ametiszt az a szűz jegyének a drága köve. És most megnézzük azt, hogy mi az ő szív üzenete. Ez a hegy jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Nála vannak problémák, kihívások, amit neki meg kell oldania. Amit ez a hegy még jelenthet, hogy megvan nála ez a hideg, rideg tartás, mert nem beszél érzelmekről. A gondolatait itt látjuk ennél a keresztnél. Ez lehet egy vallási terület, vagy spirituális dolgok, de jelent egy találkozást is, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Amit a kereszt még jelent, hogy ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszthez, ez olyan, mint egy kereszteződés, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a fa jelenti az érzelmeit. Itt van gyógyító erő, azon kívül megvan nála ez a vágy, hogy nálad le tudjon gyökerezni. Mi az, amit közöl veled? Itt látható a négy levelű lóhere, ez egy jó hír, ami hamarosan elérkezik hozzád. Vannak bizonyos dolgok, amiről ő nem beszél, hallgat. Itt láthatóak a titkok, és ez a park utal a nyilvánosságra. Lehet, hogy lesz majd egy meghívás, megjelentek a nyilvánosságon, de azt is jelenti, ha te mutatsz valamit a nyilvánosságon, az interneten keresztül, akkor ő ezt figyelgeti, de nem beszél erről. Ezt úgy titokban csinálgatja. Hogy vesz észre téged? Itt látható ez a kígyó, az jelenti a változásokat. Ő úgy látja a dolgokat, hogy nálad megváltozott valami. Vagy a külsőd, vagy a hozzáállásod. Azt is jelentheti ez a kígyó, hogy itt más nőről is van szó, és te összehasonlítod magadat mással,
és emiatt akarsz valamit változtatni magadon, de ami összeköt benneteket, az te vagy. Te állsz itt a középpontban, és az azt jelenti, ő úgy akar téged, úgy szeret téged, amilyen te vagy. Nem kell megváltoznod, nem kell magadat összehasonlítani másokkal. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!